Meghaladta 96 millió forintot a Jónak lenni jó kampány adományvonalán összegyűlt pénzösszeg. Most már a 100 millió a cél, tehát hívják a 1357-es számot. Közben egyedi felajánlások is érkeznek folyamatosan, legutóbb egy debreceni vállalkozótól 3 millió forint, aki maga is ismer olyan családokat, amelyeket pótolhatatlan veszteség ért a járványban. Holnap lesz az egész napos Jónak lenni jó műsorfolyam a közmédia csatornáin. Soha nem gondoltam volna, hogy akkor látom őt utoljára. Összetörtem mesél Bajuszné Ormándi Katalina családját ért tragédiáról. Tavasszal elkapták a koronavírust, férje néhány nap után kórházba került, és 51 évesen belehalt a fertőzésbe. Már csak telefonon tudott elbúcsúzni tőle. Annyit mondott, hogy nagyon fél, és hogy nagyon szeret bennünket. Vigyázzunk magunkra. Az édesanyja egyedül maradt autista gyermekével, akit otthon nevel. Azt mondja, kilátástalan helyzetbe kerültek. Nekem az ápolási díj és a családi pótlék az egyetlen jövedelmem. Soha nem gondoltam volna, hogy én bármikor mások segítségére szorulok. Hasonló sorsú családoknak, árván maradt gyerekeknek és fiataloknak segít a Regőci Alapítvány. A közmédia idén nekik gyűjt a Jónak lenni jó kampányával. Félve nem lehet dolgozni. Több hazai cég is csatlakozott a kezdeményezéshez. Ez a debreceni vállalat 3 millió forinttal támogatja a Regőci Alapítvány munkáját. Szabó Miklós, a cégcsoport alapítója elmondta, több dolgozójuk is életét vesztette, gyerekek maradtak szülők nélkül. Azokat a gyerekeket, akiknek szüksége van rá, többek között a Covid-árváknak, úgy gondoljuk, hogy támogatni kell. Tehát cégünknek, cégcsoportunknak szerves része a mindenkori támogatások, különös tekintettel karácsony előtt. De ezekből vannak fogyonyok is. Közben Budapesten, a Várkert bazárban rendezett iparművészeti vásáron hazai tervezők gyűjtenek a Covid-árváknak. Herceg Anita, a Regőci Alapítvány kuratóriumi elnöke elmondta, rengetegen csatlakoztak a gyűjtéshez, minden támogatást szívesen fogadnak. Legszebb álmunkban sem reméltük, hogy tényleg ilyen országos összefogás alakul ki, Bár jogos, hiszen a Covid sem válogat, és tényleg nagyon sok áldozatot szedett az ifjabb generációból is, nagyon sok kicsi gyermek maradt árván, még a mai napig is növekszik sajnos a számuk. De örvendetes, hogy ezt sokan felismerték, hogy itt valamit közösen tennünk kell. A Jónak lenni jó vasárnap egész napos műsorfolyammal zárul. A stúdióban szombaton is nagy volt a készülődés. Fellép többek között a Nemzeti Tánc Együttes, de balett, színházi produkciók és musical előadások is lesznek. Reggel 9-kor kezdünk, és egészen este 10:30-ig. Hát ha jól számoltam, majdnem 9 órás műsorfolyam lesz a legkülönfélébb csatornáinkon, és bárki bármikor bekapcsolódhat, lehet, hogy lesz olyan is, aki reggeltől késő estig végignéz minket. A mediaclick.hu per Jónak lenni jó oldalon továbbra is megvásárolhatóak az adományok. A 1357-es számot tárcsázva, vagy egy SMS-sel is bárki segítheti a Regőci Alapítvány munkáját. Vasárnap a közmédia minden csatornája folyamatosan tudósít majd az adománygyűjtő akcióról.